Van még ezen elem. Már csak a... Már majdnem tele van, meg amúgy két vonás van rajta. Mi azt jelenti, hogy már félig lemerült az elem. Ez a második elem benne egyébként, ez nem aksis, ez a diktafon, ugye? Hát lehet már tudjátok, de nem aksis, mint a Hörbié, hanem elemes. Az a centrifuga, keci. Valamikor szarul van megtöltve a mosógép, azt úgy csinál a centrifuga, mint a íze, mint az éve. De még bírja ez az elem. Nem is tudom, mikor raktam bele a másodikat. De az első az, ha jól emlékszem, mert nem akarok hülyeséget mondani, akkor az májustól októberig bírta. És úgyhogy azért majdnem napi szinten vlogoltam vele. Mondjuk nem, május körül még azért nem vlogoltam minden nap. Na majd vissza fogom keresni a régi videóim között, hogy mikor is volt pontosan, amikor elemet cseréltem benne, mert az biztos benne a... október környékén. Az képest jó bírja, mert november óta, meg amióta a GoPro van, azóta meg minden nap van szinte blokk. Naponta több is. Illik izébe vlogolni. Pizsamába. Mám, bocs, hogy nem vettem fel a jobbik ruhámat, de... Segítse! Na, mindjárt visszajövök. Segítse! Most kevés volt benne a ruha. Marad, nem kell, megtartom én. Nyugodtan legyél, mindjárt megállunk is. Most meg úgy látszik, hogy kevesebb volt benne a ruha, azt ide-oda. Ezért... Na, nincs semmi gond. Jó van. Elindult a mosógép, úgy döntött, hogy lemegy a harmadik emeletről, földszinten kellett megfogni. Kicsit keveselt a belakott ruhát. Na jó volt. Mit kezdtem elmondani? Semmit. Csak az elemről. Vettem be már kreont? Vettem be már kreont, hogy nézzem vissza a videóba? Vettem. Nem emlékszem, vettem. Most nem lesz levélláda. Ja? Mert csak egy levelem jött. Írta valaki, hogy milyen sekélyes dolognak tartja azt, hogy valaki ugye azt írja, hogy pont amiatt iratkozik le rólam, mert hogy én az ő kedvenc operációs rendszeréről úgy nyilatkoztam, ahogy. De ezek olyan apróságok, hogy olyan piszlicsári dolgok, hogy szerintem ez csak egy ürügy volt. Mintha számon tartanám a leiratkozókat, mert van helyettük 30-40 feliratkozó. Csak az, hogy tényleg írta is valaki a csoportba, hogy ez nagyon jól szemlélteti ezt a beteg magyar politikai rendszert és meg minden, hogy ugye van egy mondás, hogyha három magyart bezárnak egy szobába és magukra hagyják, akkor három pártot alapítanak rögtön. Annyira nem tudnak egyet érteni semmibe. Pedig hát olyan apróság, hogy ezért tényleg most kinek mi a favoritja.
Ennyi erővel össze lehet nevezni azon is, hogy kinek melyik zene vagy melyik film tetszik. Hát ezen is összeszoktak persze. És még megértem, mert amikor ilyen 16 évesek voltunk, akkor ugye vére ment, hogy ki milyen zenét szeret. És bizony voltak összecsapások, és ugye voltak rockerek, meg voltak punkok, meg voltak diszkószok, és akkor egyik banda nem bírta a másikat. És akkor voltak balhék, de ez igazából tinédzser koron kívül ez annyira nem számít, tehát ha valaki felnő, utána azért túl tudja magát tenni ezeken a dolgokon, és rájön, hogy a világ pont attól színes, hogy ennyi mindennek helyt ad. Tehát, hogy bármilyen művészet, bármilyen megoldás, bármilyen hobbi, bármilyen játék, valakinek úgy is tetszeni fog. Valakinek meg nem, valakinek meg más tetszik, és pont ezért lehet más filmműfajokat csinálni, más külön műfajokat irodalomban, képzőművészetben, bármiben, vagy szórakozásban. Úgy, ahogy úgy vesszük, vagy akár munkában. Ha úgy vesszük azt, hogy ki milyen számítógépes rendszert használ, az egyrészt munka, másrészt szórakozás. Valaki például kifejezetten azért kerüli a Linuxot, mert ő játékos. És az a játék nem fut rajta, amit ő szeret. És kész, és ennyivel már el is van döntve a probléma. De hát ezen bárkire is megsértődni. Nem tudom, szerintem ez azért nem olyan életbe vágó dolog. Tegnap például írt nekem, nem tudom a nick nevét, valami egész érdekes, a tűzszelleme vagy ez volt neki a nick neve. Mindegy, egy illető írt nekem egy nagyon udvarias e-mailt, amiben ugye a ateizmusomra reagált, és belinkelt egy videót, amit ő készített, egy nagyon faszán megszerkesztett videó, a mondani valója alá vágott képeket, illusztrációkat, meg még egy kis háttérzenés volt, meg minden, és tulajdonképpen elmagyarázta a vallásnak olyan dolgait, amelyekről én természetesen tudok, meg megpróbálta elmagyarázni, hogy miért gondolják úgy a hívők, hogy nekik téríteniük kell. Hogy ez az egyik elsődleges feladatuk, ugye, hogy a Biblia megírja, hogy menjetek és terjesszétek az igét, és ezért van az, hogy a hívők úgy érzik, hogy ők mindenáron meg kell, hogy győzzék a hitetlen embereket, hogy a jó útra térjenek. Azt mondta, hogy reméli, hogy nem sértődök meg rajta, meg minden. De annyira kulturáltan volt ez levezetve, meg minden, hogy nincs okom rá, hogy én ezt zokon vegyem, vagy megsértődjek. Márpedig ez nem olyan dolog, hogy én a szőkéket szeretem, te meg a feketéket, ezért te csicska vagy. Tehát ez nem olyan ízlésbeli különbség, hanem itt már azért komoly világnézetről van szó, amit úgy nem változtat meg az ember egyik pillanatról a másikra, sőt. És mégis valaki, az teljesen higgadtan, normális hangvétellel, normális üzében, ezt le tudja kommunikálni. Az ilyen véleményütköztetésekkel szerintem sosincsen baj. Jó, kis túra, csúsza. De ez nem csúsza. Ez tészta.
Nálatok hogy hívják a különböző ételeket? Tájegységenként eltérnek. Van, ahol azt mondják, hogy túrós csusza. De én úgy tudom, hogy a csusza az maga egyfajta tészta. Hát, hogyha ezt a hosszú tésztát főzzük meg, ez nem csusza. Ugye? Ezt mindig úgy mondtuk, hogy túrós tészta. Már csak azért is, mert nekem mindegy, hogy milyen színű, vagy milyen tésztából, vagy milyen alakúból. Volt, amikor úgy hívták a káposztás tésztát közétkeztetésbe, meg úri helyeken, hogy káposztás kocka. És én sose értettem. Hát, hogyha kocka tésztából van, akkor kocka, és hogyha hosszúból csinálom, akkor már nem kocka. Jaj, a seregbe voltak elnevezése. Aki nem volt katona, az nem látott még olyan izét. Minden rövidítve volt kiírva a táblára, mert a seregbe ugye nagy divat a rövidítés. Tehát ott nem ügyeletes tiszt van, hanem üti, meg nem a legység ügyeletes van, hanem aegű, meg aegűhá, a helyettes. És a konyhások is szeretik a rövidítéseket, és így írják ki a menüt. Már most nem tudom, hogy van a seregben, de szerintem ez nem változik, hogy s, hús, pír, burg, sav, süt. Ilyenek. Tehát sült hús, pirított burgonya, savanyúság, sütemény. Azzal kezdtem, hogy itt szabadkoztam, hogy bocsássátok már meg nekem, hogy most pizsamába vagyok, csak nem vettem fel a gála ruhámat itt a vlog kedvéért, csak fürdés előtt már nem akarok felöltözni. A vlognak meg menni kell, tehát most felcserélem a dolgokat, előbb eszek. Közben elmondom, amit akarok. És majd csak utána megfürödni, megenni. Na. Jó van. Most egyelőre ennyi volt. Ha van még valami, akkor jelentkezem szokás szerint. Sziasztok!